Meglehetősen sűrűre sikeredett az elmúlt hét második fele a nyíregyházi csapat számára, 5 nap alatt 4 meccset is játszott a Sunshine Nyíkse. Szerdán Békés Csabán 72-65-ös vereséget szenvedtek Kovács Tibor tanítványai, akik pénteken 95-81-es győzelemmel vágtak vissza a békésieknek. Vasárnap Cegléden 2 találkozó is várt Horváth Bencéjékre, az elsőn 121-76-ra, a másodikon pedig 81-69-re győzött a házigazda. A nyíregyházi csapat végül 9 győzelemmel és 13 vereséggel, amíg rájátszást érő 8. helyen zárta az alapszakaszt. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Alapvetően az NB1-es csapat mögött NB-szintű csapat nem volt a megyében eddig. Vállaltuk és a háttér kialakítása után, főleg a Sunshine-Nyíkse csapatának köszönhetően az utánpótlás csapatunk mögé állt, felkarolt bennünket, és ennek megfelelően november-október végétől bekapcsolódtunk az NB2-es mezőnybe. Igazából ez volt az elsődleges örömteli hír, a második pedig az, hogy a bajnokság során nyújtott teljesítmény, a csapat hozzáállása az maximális volt, és az ellenfelek edzőjétől kapott visszajelzések alapján nagyon szép teljesítmény nyújtott a csapatunk. A korábban az NB1-ben és az NB1B-ben is szereplő csapatkapitány Horváth Bence szerint az elmúlt évekhez képest emelkedett a színvonal az NB2-ben. Minden csapatban van átcsoportos múlttal rendelkező játékos. Egy igen jó színvonalú bajnokság most ez az NB2 a véleményem szerint. Jó csapatokkal, és többen is fel szeretnének kerülni NB1B-be. A rájátszásban a Sunshine Nyíkse a keleti csoport győztesével a debreceni DK-ja Deac-Szalvív 2 meccses kuparendszerű párharcot. A mérkőzések időpontjairól még egyeztetnek a csapatok.